Szeretettel köszöntök mindenkit a mai zeneórán, én Radetic Ádám vagyok, a Malsey úti általános iskola zenetanára. A mai órán a fúvós, illetve aerofon hangszerekkel fogunk megismerkedni. Ugye ők is a négy nagy csoportba tartoznak, ami a hangszereket illeti, csak átismétlésképp ugye vannak a kordofon húros hangszerek, a billentyűs hangszerek, az ütő hangszerek, és akkor a mai nap folyamán megismerkedünk az aerofon, illetve fúvós hangszerekkel. Már az őskorban megjelentek ezek a fúvós hangszerek, amiket az ősember készített ugye fából, illetve bambuszból, agyagból, csontból. Egyiptom és Ázsia kultúrában megtalálhatjuk már a különböző már nádnyelves hangszereket, később az olimpiai játékokban használjuk ezeket a fuvalákat, illetve furujákat, majd a háborúk fontos résztvevői lesznek ezek a részfúvós hangszerek is. Ami a korai részfúvós hangszereket illeti, ahogy már elkezdtem mondani, leginkább a háborúteli időszakokban használták, illetve vadászatkor az állatok elijesztésére. Ezek a részfúvós hangszerek az ókorban keletkeztek, hiszen akkor már kecskeszarból, agyarból, később már részből és más fémekből készültek. Ahogyan képeken láthatjátok, itt már ugye állati agyarból, illetve szarból készült hangszerek találhatóak, a jobb oldalon pedig itt vannak a fémből készült hangszerek, és talán felhívnám a figyelmeteket arra a kis hangszerre, talán a legősibb trombitára, amit Tutankhamonnak a sírjában találtak. Ez a hangszer fából és fémből készült. A korai fafúvós hangszereket pont a lágy hangjuk miatt a meditációkhoz, szertartásokhoz, rituálékhoz használták. Ezeket a hangszereket eleinte madárcsontból és fából faragták. Ahogy látjátok, itt vannak a fából, illetve csontból készült furuják, ugye ez lehet dupla csövő, illetve szimpla csövő furuják, ezek mind az ókorból, illetve az őskorból származnak. Magukat a fafúvós hangszereket kétféleképpen tudjuk megszólaltatni. Ugye a fúvós hangszereknél már nem a húr, ugye nem a billentyű, nem a hangszer rezonál, hanem a levegő oszlopot hozzuk valamilyen formában rezgésbe. Kétféle metódusunk van, hogy a hangszerben lévő levegő oszlopot rezgésbe hozzuk, az egyik pedig, hogy van a hangszernek ajaksípja, az azt jelenti, mint például a fuvalánál is, hogy egy keskeny nyílásba belefújjuk a levegőt, és az éles szélén megtörik a levegő, és ez hozza létre valójában a rezonációt a hangszerbe. A másik metódus pedig azok a hangszerek, amiknek nádnyelvei vannak, vagy egy, vagy kettő, és a nád fúvóka, illetve a két nád közötti nyomás különbség hozza rezgésbe a hangszerben lévő levegőoszlopot. Az első és talán a legősibb fafúvós hangszerünk a fuvola. Ugye őt már használták az őskorban és az ókorban is, mégis a 17. században indult fejlődésnek, akkor még csak katonai célokra használták, és később már a fából a fa alapot leváltotta a fém ezüst ötvözet, de a virágkorát 18. században, azaz a klasszicizmusban érte. A 19. században nyerte el mai alakját, hiszen akkor Böhm fuvola készítő kicserélte a billentyűket gyűrű billentyűk, és sokkal könnyebbé tette a hangszer való játékot. Két fuvolát különböztetünk meg, amit legtöbbször használunk, a bal oldalon láthatjátok a pikolót, és jobb oldalon pedig ugye a fém ötvözetes, illetve ezüst ötvözetes fuvolát. És akkor jön a kérdés, hogy a fuvola miért fafúvós hangszer? Nagyon egyszerű a válasz, mert az ókorban, őskorban, középkorban is még a fuvola fából készült, ezért tartozik a fafúvósok közé. És egyedüli ajaksípos hangszer. Hallgassunk meg két felvételt. Az első felvétel Debussynek a Syrinxje lesz, a második felvétel pedig egy korabeli fuvola művésznek az előadása.
következik a klarinét. A klarinét a középkori Chalumeau nevű hangszerből fejlődött ki. A hangszer mai alakját a 18. században szerezte. Magát a hangszert egy fekete fából, a grenadilból készítik, ami ellenáll a párának, és a 19.-20. században hasonló billentyűk kerültek rá, mint a fuvolára. A klarinétot ugyanúgy használjuk a komoly zenében és a könnyű zenében is. Ahogy látjátok, a klarinét 5 részből áll, ugye a fúvóka, a náddal, a hordó, a felső, alsó regiszter és a korpusz. Ahogy látjátok, a billentyűk is most már fémből készülnek, fém ötvözetes billentyűkről van szó, és hallgassunk meg egy művet is. Következő hangszerünk a szaxofon. Ugye a szaxofon talán a legfiatalabb fafúvós hangszer, kilétét, illetve Adolf Sax alkotta meg 1840-es években, amikor kombinálta a részfúvós hangszereket a fafúvós hangszerek fúvókájával, illetve nádjával. Eleinte csak a szórakozó zenében használták, később már ugye Debussy-től már a komoly zenében is megkapta a saját helyét, viszont mái napig még nem nagyon helyezkedett el a szimfonikus zenekarokba. A szaxofonnak összesen 7 fajtáját ismerjük, ebből a 3-at használjuk a legtöbbször. Ahogy látjátok, ugye méretében különböztetjük meg a hangszereket, itt van a szoprán szaxofon, az alt és a tenor szaxofon. Hallgassunk meg egy kamara összeállítást a szaxofonokból. Thank you.
Következik az oboa. Az oboa az már eltér a többi hangszertől, a klarinéttől és a szaxofontól, hiszen az oboa már egy dupla nádas fúvós hangszer. Felépítését tekintve nagyon hasonlít a klarinétéhoz, szintén 5 vagy 4 részből áll, szintén fekete fából készül, viszont a fejlődési folyamata sokkal továbbra húzódik, mint a klarinété. A barokk korszak óta 17. századtól egészen a 21. századig folyamatosan fejlesztenek valamit az oboán, de a 21. század elején kapta meg az eredeti formáját. Ahogy láthatjátok, nagyon hasonlít a klarinétére, ugye 5 részből áll, 5 vagy 4 részből áll, elnézést, ott van a fúvóga helyén, ugye most egy dupla nádat találhatunk, alsó és felső regiszterből áll, ugye hiányzik a hordó, de itt van a végén a korpusz. Hallgassunk meg egy művet is oboára. Bízom benne, hogy sokan közületek felismerték az esti mesét, illetve a főcímdalát, amiben ugye a fagot hallható. A fagot ugye a legnagyobb és a legmélyebb hangú fafúvós hangszer, aminek szintén dupla nádja van. Elődjét a dulciánt a 16. században alkották meg, és egyetlen egy fából faragták ki. Ma már sokkal több részből áll, és hogyha kinyújtanánk a fagot ott, akkor 2,5 méter hosszú lenne. Ahogy látjátok, ez egy szimplán visszahajtott csőből áll, ugye itt van a fúvókája, itt van az egyik regiszter, aztán csatlakozik a másik regiszter, és a legvégén van a korpusz. Hallgassunk meg egy kamara összeállítást a fagottosokból. És akkor természetesen jön a várva várt házi feladat, ami szintén ugye nem kötelező, én csak ajánlani tudom, nem nehezek. Az első feladat, fafúvós hangszereket kell keresni a médiában, ezt már megszokhattátok tőlem, hogy kis kutató munkára ösztönözlek benneteket, fafúvós hangszereket kell keresni filmben, sorozatban, reklámban és játékban, valamint kell fafúvós hangszereket a könnyű zenében, például jazz, rock, pop, esetleg metalba, hogyha találtok fuvolát, vagy és a harmadik feladat pedig fafúvós együttes cover, azaz feldolgozás, ugye a fagottosoknál már hallhattunk az előző felvételben egy feldolgozást, én rátok bízom a választást, jó munkát kívánok, további jó tanulást, és bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is.